A reggeli személy ma reggel Zöldi Blanka, a Direkt 30-et újságírója, a Direkt 30 egy oknyomozó portál, amely éppen 5. születésnapját ünnepli, és ma reggel beszélgettem Tóth Balázsral, a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programvezetőjével, arról lezárult perről, vagy legalábbis másodfokon már lezárult perről, amelyet a figyelő ellen indítottak azok, akik érintettek voltak soros zsoldosság ügyében, és mint kiderült, helyigazításra kötelezte alapot a másodfokú ítélet, illetve 500-500 ezer -500 forint sérelem díj megfizetésére, és arról beszélgettünk Tóth Balázsral, hogy ugyan volt egy felhívás a Helsinki Bizottságnak, ugye a tasszal együtt képviselték a hogy a, a soros zsoldosok vagy soros szamurályok álláspontját a, a bíróságon, de hogy a direkt 36 is ebbe a sorba tartozott, ha jól emlékszem. Ti nem kértetek helyreigazításra, vagy nem pereltétek be a lapot? Jó reggelt kívánok! Mi nem kértünk helyreigazítást, igazítást, nem pereltük be alapot. Mi úgy gondoltuk, hogy végül is kvázi mi is közszereplők vagyunk újságíróként, tehát a közszereplőkre vonatkozó kicsit, kicsit magasabb tűrés határral kezeltük ezt a, ezt a cikket. Végül is tárgyilagosan, az, hogy kaptunk Soros György szervezetétől mi is támogatást, ez igaz, de minden fórumon ezt megszoktuk említeni, hogy az öt éves működésünk alatt a bevételeinknek összesen a 15%-át kaptuk meg Soros György alapítványától, és egyébként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy különböző intézményi támogatóink is vannak, de arra még büszkébbek vagyunk, hogy hogy a bevételeinknek a, a, nagy része és az öt éves működésünk alatt az egyre nagyobb része jön magáncégektől, magánszemélyektől, tehát ilyen, ilyen kis mikrotámogatásokból működünk. Igen, de a soros az a lényege, hogy, hogy elvtelenül soros György álláspontját a, a világ átrendezése érdekében, tehát azért ez szerintem egy kicsit túlzás. Hát így van, ezt, ezt uh, Kovács Zoltán kormány sokszor ki emelni szép uh, reakcióként a, a, cikkeinkre, hogy a migrációt támogatjuk, és és nem, nem, is tudom, hogy, hogy igazából ez milyen, milyen, alapon szűri le. Um sokat gondolkodtunk egyébként rajta, hogy ezekbe a, a, a harcokba mennyire érdemes belemenni, de azt látjuk, hogy, hogy egyszer egy Facebook posztban reagáltunk erre, leírtuk, hogy, hogy minket szerkesztőségre, azért, azért alakult a direkt valamint, hogy ne is tudjanak minket semmilyen szinten befolyásolni a témaválasztásunk kapcsán. Tehát semmilyen, semmilyen módon nem befolyásolja a témaválasztásunkat. A migrációra egyébként olyan, olyan kontextusban írtunk maximum, amikor a letelepedési kötvényprogrammal foglalkoztunk az a kapcsolatban, igen. hogy, a, hogy egyébként a kormány által indított programon keresztül pénzért milyen problémás külföldiek jöhetnek be Magyarországra, és ez milyen biztonsági kockázatot jelent. Igen, pont azon gondolkodtam, hogy a Control F-t ráküldeném a, a direkt 36-ra, akkor egyetlen a soros szó felbukkanna-e, nem mint Soros György neve, szerintem nem, de hogy, hogy a, a migrációról sem jellemzően írtok. Igen, visz, viszonylag, viszonylag kevés, tehát biztos, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen kereső szóra tudnál rátalálni, viszont alapvetően úgy gondolom, hogy, hogy hogy, hogy, az ilyenfajta támadások mindig, mindig arra mennek ki, hogy kevesebb időnk legyen a normális munkával foglalkozni. Tehát, hogyha most minden egyes Twitter bejegyzésre, meg minden egyes ilyen kis támadásra reagálnak, akkor ezzel menne el a, a teljes időnk. És, és úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy végezzük a munkánkat, az, hogy megírjunk olyan, olyan dolgokat, amiket egyébként a politikai, meg gazdasági hatalommal bíró emberek el szeretnének titkolni, és valószínűleg ebbe, ebbe a harcba úgy érdemes belemenni, hogy a cikkeink tükrözik azt, amit képviselünk, és nem nem beszélünk róla, és nem, nem magyarázzuk a, a bizonyítványunkat. Mi az ötödik születésnapról beszéltünk, illetve az az apropója a mai beszélgetésünknek. Öt év alatt nagyon sok olyan lap indul el, amely egy, két, három, négy évet él meg. Az öt év az már azt lehet mondani egy, egy lap történetében, jó, vannak száz éves újságok is, hogy ebben a rendszerben, ebben az ellenszélben, hogy Orbán Viktor kedvenc fordulatát használjam, meg lehetősen nagy teljesítmény, hogy öt év után még mindig működik a Direkt 36, és időről időre megjelennek cikkekkel. Hogy, is jött létre a Direkt 36? A direct 36, ez még 2015-ben indult. Um, akkor főleg volt origós uh, újságírókból, azok után, hogy 2014-ben Sálinger főszerkesztőt uh, eltávolították az állásból, azok után, hogy... Tartalomfogyasztási szokások megváltozása Pontosan miatt... a tartalomfogyasztási szokások megváltozása miatt, utána pedig rövidesen az origó is elég rendesen megváltozott, miután azok az újságírók, akik úgy gondolták, Rehagyta. hogy ezek a, igen, ezek a, ezek, a, változások azok nem, nem teljesen megfelelőek az etikus újságírás folytatására a továbbiakban. Tehát ez úgy történt, hogy, hogy 2010 nagyon-nagyon sok munkanélküli újságíró lett a, az Origónál, és akkor kezdtünk el abban gondolkodni, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan tudunk egy olyan szervezetet létrehozni, ami ami biztosítja az olyan fajta függetlenséget, hogy bármilyen témáról tudunk írni, mindenféle befolyásolás nélkül, amikor nem függünk attól, hogy, hogy ki a szervezetnek a tulajdonosa, hogy milyen reklámbevételeink vannak. És, és ekkor jött a, az ötlet, Hát Igen. ekkor jött az ötlet, bocsánat, hogy de akkor ez már magával a magyar sajtóval szemben is egy kritikus helyzetet jelent, mert ha jól értem, akkor a magy az origós újságírók azok nem más lapokhoz mentek, mert hogy nem gondoltátok azt, hogy függetlenül működnek? Hát azért elmentek sokan más tapokhoz, mert mi egy viszonylag kicsi szervezetet tudtunk csak akkoriban létrehozni, hogyha jó hogy jól emlékszem, öten, öten, indultunk. Elmentek más, más kollégák más tapokhoz is, viszont azért sokszor láttuk azt, mm. hogy, 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 több olyan kolléga olyan helyzetbe került, hogy elment egy más taphoz, aztán pár hónap múlva, vagy nem tudom, egy év múlva a lapot bezárták alatta, aztán ment egy következőhöz, aztán ment még egy következőhöz. Tehát én azt látom például, hogy, hogy azok után, hogy röviddel az origó után, olyan direkt 36-nál kezdtem el dolgozni, sokkal nagyobb biztonságban tudom saját magamat, úgyhogy nincsen fölöttünk egy, egy tulajdonos, hanem az olvasóknak a, a, támogatásából működünk főleg, tehát nem fogják eladni alólunk a alapot, nem fogja a tulajdonosunk azt mondani, hogy megváltoztak a médiafogyasztási szokások, és akkor egyik napról a másikra bezárják a lapot. Ott szakítottalak félbe, hogy és akkor találtátok ki, hogy létrehozzátok a direkt 36 ot Mi a név? Így van. A direkt az a direkt kérdésekre vonatkozik, a 36 pedig Magyarországnak a, a hívó száma. Ezt nagyon-nagyon sokan meg szokták kérdezni, úgyhogy... Igen, rá is jöhettem volna, mert arra gondoltam, hogy ez, miért nem direkt 360, mert akkor azt lehetne mondani, hogy annyira széles körben tájékozódik és tájékoztat, hogy gyakorlatilag teljesen teljesen rálát az egész világra, de akkor nem, tehát direkt 30 az Magyarország hívószáma, rúfán, vagy egy 800. Na, visszatérve, tehát, hogy öt ember kitalálta, hogy, hogy megcsinálja direkt 36-ot, de ab, abból még nem lesz újság. Um, hát cikkekkel lesz újság, így van. Tehát februárban elindultunk um, az, első, az első cikkünk. Én azt hiszem, az februárban volt, akkor, akkor arról írtunk, hogy hogy az Orbán Viktor köreihez tartozó eh, emberek hogyan gazdagodnak EU-s EU forrásokból, miközben, miközben Orbán Viktor akkor igazán erőteljesen támadta az Európai Uniót. Um, és ez az első cikk, ez már kijelölte körülbelül azt az utat, amit, amit akkor elterveztünk, hogy, hogy folytatni fogunk ami azt jelenti, hogy, hogy, nem szállunk be az ilyen napi hírversenybe, amiből sokat kaptunk korábban az origónál, tehát ismertük jól, de úgy gondoltuk, hogy, hogy nagyobb szükség van arra, hogy legyenek olyan szerkesztőségek Magyarországon, akiknek vannak erőforrásaik és idejük arra, hogy, hogy hosszabb távú, mélyebb projekteken dolgozzanak, és abszolút tényeken alapuló uh, cikkeket írnak meg, sok, uh, sok olyan uh, cikket látunk, hogy valaki azt mondja, valaki azt mondja, aztán tegyen az olvasó igazságot, de, de mi arra koncentrálunk, hogy hogyha leírunk valamit, az legyen dokumentumok alá támaszva, vagy több forrásból megerősítve. Uh, jogászokkal dolgozunk együtt, akik, uh, akik minden egyes cikkünk megjelenése előtt végigmennek az összes kis szón és számon, hogy az pontosan biztos úgy van-e, amit leírunk. Szerintem ez nagyon-nagyon ez fontos, a, a, nem csak a mai magyar sajtóban, hanem, hanem globálisan is. Helyigazítási pereket indítanak ellenetek? Még nem volt ilyen eset. Kórházban is lehet rákérdezni, <laughs> hogy, hogy, hogy hány helyigazítási pert vesztetetek el, ezek szerint akkor egyet sem. Hát egyet sem, mert nem nagyon indult elünk hely, helyreigazítási per. Egyébként nagyon-nagyon érdekes mindig, amikor készülnek a cikkeink, az egyik legizgalmasabb része a munkánknak az, amikor a cikk megjelenése előtt felveszük a kapcsolatot azzal az emberrel vagy céggel, akiről írjuk a cikket. Ugye ezt minden alkalommal megtesszük, hogy, hogy ismertessük azt, hogy mi fog megjelenni a, az adott emberről, és legyen lehetőségre reagálni arra, amit tervezünk róla leírni. És ilyenkor szoktuk a legtöbb fenyegetést kapni azzal kapcsolatban, hogy majd jogi lépéseket tesznek ellenünk, mert nem tudom, hogy ha ezt publikáljuk, akkor ez meg az fog történni. De, de mivel olyat nem publikálunk, amit nem tudunk bizonyítani, ezért ezek a fenyegetések egyelőre mindig fenyegetések maradtak csupán. Előfordul az, hogy bizonyos ügyek hogy így fiókba kerülnek, vagy van a Sálin Gergő laptopján egy mappa, amiben azt írja, hogy jó, ez majd később, és abba pakolja ebben ezeket a témákat? persze, folyamatosan merülnek föl ötletek, vannak, vannak olyan projektek, amik, amik elindulnak, aztán úgy veszük észre, hogy ebben még nincsen annyi öm, anyag, amennyi publikáció, kálható és, és, ezek néha elő, elő, kerülnek, hogyha több információ kerül előről, akkor ismét előveszük ezeket. Tehát igen, nagyon-nagyon sok sztori, sztori pörög uh, egymással párhuzamosan, azt kell mondanom. Ahhoz képest, hogy öt évvel ezelőtt megírtátok azt, hogy Orbán Viktor és bandája, spanyai, családja és a baráti köre hogyan gazdagodik meg uniós pénzekből, ahhoz képest ezt megírhatnátok 2000 februárjában is tehát Ctrl-C, Ctrl-V, újként lehetne találni a cikket, szerintem nem nagyon változott semmi sem az Orbán család meggazdagodásával és uniós forrásokkal kapcsolatban. Azzal kapcsolatban viszont szerintem nagyon sok változott, hogy, hogy erről mennyi mindent tudunk. Tehát 2015-ben, amikor, amikor indult a direkt, akkor a Vorák Anita, a aki már nincsen, nincsen velünk, de korábban ő is a direkt. Rú, a ő tanultam. most igen, ő most máshol dolgozik. De ő, ő foglalkozott nagyon sokat Tibor Istvánnak a, a, az Elioszos uh, ügyével. Um, rengeteg, rengeteg cikket írt, nem csak ő, egyébként a magyar sajtóban, ugye az átlátszótól kezdve a 24-ig nagyon-nagyon sokan foglalkoztak ezzel, ezzel a témával. Uh, és azt vettük észre, hogy amikor 2018-ban az Olaf ugye ezt uh, tálalta, hogy, hogy a nyomozásuk azt fedezte föl, hogy a súlyos szabálytalanságok voltak a, az akkori beszerzésekkel kapcsolatban. Azt vettük észre, hogy, hogy nagyon nagy mértékben épp azokra a, az újságírói munkákra, amiket korábban mi is, mi is elvégeztünk. Ez volt az egyik, de akkoriban még egyáltalán nem lehetett például arról tudni, hogy hogy Orbán Viktornak más családtagjai hogyan gazdagodnak EU-s forrásokból. Nagy, Pető, a igen, nagy, nagy, nagy a család. Igen, nagy a család. És a Pető András kollégámmal közösen például ö, több mint egy éven keresztül dolgoztunk azon, hogy feltárjuk azt, hogy, hogy Orbán ö, Viktor édesapjának ö, meg a testvérének a különböző cégei hogyan gazdagodnak, EU-s forrásokból, viszont úgymond ilyen trükkös, meg módszerrel. Tehát úgy, hogy nem fővállalkozóként, meg alvállalkozóként kapják meg a, a különböző EU-s peruházásokat, hanem építőanyagokat szállítanak a, az ilyen nagy építkezésekhez. Tehát gyakorlatilag az Orbán bányából mennek a, a kövek például a, az akkor, 2017-ben a Dél-Balatoni vasút felújításhoz. És, és, ezek mind, mind olyan mozzanatok voltak, amiket így az emberek sejtenek, meg lehet lehet, hogy, 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 hogy így megy a plecska, hogy ilyen dolgok történnek, viszont azt nem csinálta meg korábban senki, mint amit, amit mi, mert volt rá lehetőségünk meg időnk, hogy elkezdtünk a mionokat követni annak idején, hogy a, hogy a bányából hova viszik pontosan milyen, milyen építkezésekhez viszik az építőanyagot. A tasz a segítségével én több hónapon keresztül pereltem a, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t azért, hogy dokumentumokkal is tudjuk bizonyítani az, hogy, hogy Ormán Viktor családjának az érdekeltségébe tartozó cégek pontosan mennyi pénzt kaptak ezekből a projektekből, és ezek... Azért tényleg ilyen, ilyen hónapok, meg évek alatt kiforró cikkek, aminek a végén azt tudjuk mondani, hogy testék, itt van egy dokumentum, oda van írva, hogy 300 millió forint érkezett a, a nehéz kő nevű céghez például, e, és ez arra is bizonyíték például, hogy, hogy, hogy ez a cég kapcsolatban van, Mészáros Dörincnek a, a cégével, aki egyébként fővállalkozóként volt benne a, a konzorciumon, aki kivitelezte ezt a, ezt az építkezést. Tehát szerintem ez, amit a, ez a nagyon fontos, hogy, hogy lássunk, hogy egy csomó olyan dolog van Magyarországon, amit az emberek ilyen, nem tudom, hát gyakorlatilag ilyen kész igazságként kezelnek, hogy amikor Mészáros Törint gazdagodásáról beszélünk, akkor így mindenki meghúzza a bálát, hogy hát tudjuk, hogy ki az a pénz, nem is kell erről beszélni, de kell arról beszélni szerintem, hogy ezt pontosan hogyan tudjuk megmutatni. Tehát hogyan tudunk olyan kapcsolatokat feltárni, amik dokumentumokkal bizonyíthatják, hogy, hogy egyébként például az Orbán család és a Mészáros Lőrincnek az érdekeltségei között um, pénzügyi, gazdasági kapcsolat van. 9 óra 30 percon hírek jönnek itt a Klubrádióban a reggeli személyző, Adi Blanka, a direkt 30 újságírója. Magáról a munkafolyamatáról is fogunk beszélni, meg az elmúlt, az elmúlt öt év nagyportkavaró cikkeiről, a más újságírókkal való együttműködésről is fogunk beszélni, meg nyilván az is érdekel, hogy, hogy a legutóbbi cikkük, ami egy, hát igazából nem magyar lenyúlásról szól, hanem magyar embereket érintő szivatásról, egy kriptovalutás lenyúlásról. Reggeli személy! A reggeli személy Zöldi Blanka, a Direkt 30 újságírója. Már beszéltünk egy kicsit az elmúlt öt évről, és arról beszélt most éppen az Orbán megazdagodása, illetve barátainak és családja megazdagodása. Apropóján Blanka, hogy hogyan követtek kamionokat, olyankor az történik, hogy, hogy Pető Andris vagy te beülsz a kis autódba, megállsz egy fényképezőgéppel és egy nagy teljesítményű távcsővel a bánya bejáratánál, és nézed, hogy hogy az a napi 40 kamion, ami kijön onnan, az, az hova és Merre megy. Igen, erről Pető András tudná, és nagyon sokat beszélni, de most éppen Amerikában van a Harvardon egy, egy évig ösztöndíjjal, úgyhogy, úgyhogy most így átveszem tőle a szót, mert igen, ő, ő követett főleg kamionokat, és, és igen, hát ez egészen így ahogy elmondod, így nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik, de valójában olyan kis problémák vannak benne, hogy egy nem tudom, pirosnál a kamion, nem a sávból, ahonnan te gondoltad, és akkor el is vesztettél egy, nem tudom, két órás órát a, a munkanapból. Uh, na igen, de, de ezeket itt többször meg kell, meg kell, csinálni, hogy, hogy valamilyen uh, eredményre is az ember. Másrészt meg, meg tényleg olyan, olyan egyszerű dolgokat csináltunk, hogy jöttek be infók azzal kapcsolatban, hogy uh, mint az első cikkünk megjelenése után, hogy hát én meg itt láttam Orbán bányából származó köveket, meg betonelemeket, és akkor elmentünk külön különböző építkezésekre az országnak minden, minden táján, és akkor úgy oda mentünk, nézegettünk, és akkor ott volt a betonelemeken, hogy Dolomit Kft. egy ilyen kis, nem tudom, papírra ráragasztva, és akkor az már egy ilyen, hát legalább egy, egy, ilyen bizonyítékunk volt, nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mekkora mennyiségben, meg mekkora összegért szállítottak be ahhoz az építkezéshez, de hát ott vannak a, a betonelmek, és ezt, ezt nem lehet máshogy megcsinálni, mint, mint úgy, hogy az újságíró feláll az asztalától, kimegy az irodából, és bejárja az országot, és megnézi, hogy, hogy egyébként mi történik. Én annak idején a, a Balatonnál, amikor a Dél-Balatoni felújítás volt, akkor, akkor mentem végig a, a sinek mellett, és, és ott kérdeztem a munkásokat, hogy tudják-e, hogy honnan jönnek a, a kövek, és akkor mondták, hogy a győző hogy a győzőbácsi bányájából. Tehát, hogy, hogy így, kell, így kell elképzelni ezt a munkát, ez, a, ez az első lépés, és ahogy említettem, a második lépés pedig az, hogy akkor dokumentumokat is szerezzünk hozzá, kipereljük ezeket a különböző állami intézményektől, és aztán meg szembesítsük az érintetteket azzal, hogy, hogy éppen mi történt. És olyankor nincs egy, egy gyártásvezető, vagy egy pénzember a, a Direkt 36-nál, aki azt mondja, hogy Pető, négy, négy napja üldögélsz a, a bánya bejáratánál, és buklászol az országban rengeteg benzinért, hát mint tudom, 400 forintos benzinárak mellett nem lehetne ezt olcsóban megoldani? Én biciklivel mentem annak a <laughs> <odeél. gül> ja, igen, de, de pont, pont ez, a, ez a szépsége szerintem a, a Direktnek, hogy, hogy, amíg úgy látjuk, hogy egy, egy sztorit érdemes ütni, és amíg, amíg érdemes és folytatni, addig azokat az erőforrásokat bele tudjuk tenni eh, időben is, pénzben is, eh, amiről úgy érezzük, hogy, hogy megérés. Természetesen vannak olyan olyan sztorik, amiket csinálunk akár, akár heteken keresztül, és, és azt látjuk, hogy hogy nem tudunk vele előrébb jutni. Akkor ott van a két keménykező szerkesztőnk, a, a Sálinger, meg a Pető András, és, és akkor ők azt mondják, hogy hogy akkor most lehet, hogy, hogy egy másik irány kell megpróbálni a sztoriban, vagy, vagy azt a sztorit el kell engedni, és, és igen, van egy csomó olyan, olyan, történetünk, amiről úgy gondoltuk, hogy ígéretes lesz, aztán, aztán mégsem sikerült olyat, olyat, hozni belőle, amit szerettünk volna, és akkor az, az félretevődik. Milyen eszközök megengedettek a sajtó munkások számára? Hogy érted? Egy oknyomozó újságírás során. Um, minden újságírói eszköz szerintem, uh, amit egyébként bárkit megkérdezel nagyobb magyarországi szerkesztőségekben a, a rendelkezésünk rá, csak szerintem az van, hogy, hogy sok esetben nincsen ideje az újságíróknak mm. ezeket kihasználni. Tehát ahogy, ahogy um, elkezdünk dolgozni egy cikken, mi is ülünk az irodában, és megnézzük a, az interneten, hogy, hogy, miket publikáltak a, az adott témával mások. <laughs> megnézzük a különböző um, nyilvánosan elérhető adatbázisokat, elmegyünk a cégbíróságra, elmegyünk a földhivatalba. Szerintem lehet, hogy, hogy ezzel um, már kicsit profibban tudunk bánni egyébként, mint például akkoriban, amikor az Origónál dolgoztunk, mert hát, szerintem több időnk van erre, hogy, hogy ezeket a... Ja, hiányzik a, a kerék a, írja meg <laughs> mellett a napi tízsír. Egyébként igen, tehát az, az nekem nagyon-nagyon sokat szokott segíteni, hogyha bemegyek a cégbíróságra, akkor, akkor nem ketyeg mellettem az óra, hanem tényleg a több száz iratot végig tudom nézni, több viről hegyre, és, és az ilyen iratokban elrejtve is lehet találni nagyon-nagyon értékes információkat. A másik az, hogy, rengeteget beszélgetünk emberekkel, forrásokkal, tehát arra azért nagyon sok időt kell szállni, hogy olyan, olyan kapcsolatot alakítson ki a, az ember másokkal, hogy, hogy akár érzékeny információkat is, meg tippeket meg tudjanak osztani vele, és ezeket ugye végig kell követni, hogy, hogy valóban van-e valóságtartalma. És, és ezek után, ahogy, ahogy mondtam, nagyon fontos az, hogy, hogy így, hogyha újságírói eszközökről beszélünk, az, hogy nem csak a, a telefont emeljük fel a, az irodában, hanem, hanem kimegyünk terepre, elmegyünk, elmegyünk megnézni egy építkezést, elmegyünk megnézni egy, egy házat, hogyha, hogyha arról van szó, akkor nem tudom, sokáig vagyunk egy helyen, és várjuk, hogy hogy történjen valami, de, de ezt, ezeket nem lehet valószínűleg megspórolni az ilyen munkában. Előfordul az, hogy megpróbálnak megvezetni benneteket téma javaslatokkal? Um, lehet, nem, nem uh, tudjátok, vagy... vagy... ez úgy szokott azért történni, hogy amikor hallasz, hallasz valamilyen tippet egy, egy forrástól, akkor, akkor mi általában nem, nem azt szoktuk nézni, hogy a forrásnak pontosan mi az érdeke. Azzal, hogy elmondja az adott információt, két dolgot kell ezzel kapcsolatban megnézni, az, hogy az, hogy az információ igaz-e, és az, hogy az információ az, az közérdekű. -e. És hogyha ez a kettő dolog stimmel, akkor, akkor valószínűleg nem, nem érdemes bele menni abba, hogy az adott forrásnak Uh -huh. mi, a, mi az érdeke, hanem hanem az, hogy, hogy maga maga az információ az igaz? és közérdeklődésre tart-e számot. Hogyha, hogyha azt mondod, hogy, hogy van-e olyan, hogy hogy direkt dezinformálnak minket, di direkt hülyeséget mondanak nekünk, vagy, hogy hogy félrevezesnek, hát ezekre azért uh, újra szoktunk uh, jönni, hogy hogy a, már az első lépéseknél, amikor lecsekkoljuk, hogy valójában igaza az információkra, azt észreveszünk, és akkor azzal a forrással vagy nem beszélünk többet, vagy nem tudom kicsit kritikusabban állunk hozzá ilyenek természetesen vannak, de hát ez szerintem minden újságíróval előfordul, nem csak kifejezetten velünk. Tehát időnként lehet, hogy simán szándékos tévedés esete forog fent, tehát, de hogy az hamarosan kiderül, tehát akkor te jössz rá, vagy, vagy az, ezt ott ezt... a sáling is áthúzza. Persze, tehát nem, nem, úgy, nem úgy írunk cikkeket, vagy valaki azt mondta nekem, hogy ez meg ez történt, és akkor az rögtön megy már a, nem tudom, a direkt 36-nak a honlapjára, hanem ez egy iszonyatosan hosszú folyamat, tehát hogyha valakitől hallottunk valamit, azt, ahogy mondtam, dokumentumokkal próbáljuk megérősíteni, más forrásokból e, igyekszünk megérősíteni, tehát olyan nincsen, hogy egy forrás alapján bármit leírnánk, ez sohasem történik meg. Egy oknyomozó portál újságírója az nem még ki sohasem, tehát nincs burnout, nem gondoljátok azt, teljesen értelmetlen, amit csináltok, hiszen megértátok a, az éli, azt mondjuk oké rendben, tehát az Olaf Magyarországra jött, de mondjuk az Orbán család ugye, ében hát hogy is mondjam, maximum, ha nem is csökkent, de minden esetre az elmúlt öt évben hasonló ütemben növekedett a család kasszája. Hát hogyne. Nos, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy például nekem nincsenek hullámvölgyek, meg hullámhegyek de szerintem ezen, ezen mindig túl kell lendülni, és nem abban van a, a, az újságírásnak a, a, fokmérője, hogy, hogy az egyes cikkek után hány embert visznek bilincsre verve a börtönbe, hanem az, hogy, az, hogy meg tudjuk-e írni az, hogy, hogy valójában mi történik az országban, tudjuk-e informálni a, az embereket olyan témákról, amelyeket fontosnak tartunk. És, és egyébként szerintem a direkt 36 nál um, nagyon jó helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy, hogy ahogy mondtam, főleg olvasói támogatásokból működünk. A, a támogatóink azok azok nem csak olvasók, hanem egy nagyon uh, aktív kapcsolat van köztünk és köztük. Tehát többször szoktunk olvasói találkozókat tartani, beszélgetéseket, workshopokat. Um, és ezzel egyrészt megköszönjük az olvasóknak, hogy, hogy támogatnak minket, és hogy, és hogy segítik azt, hogy végezhessük a munkánkat. Um, másrészt pedig nekünk ez egy nagyon-nagyon ez jó visszacsatolás. Tehát én rögtön tudom, hogyha valakinek tetszett a cikkem, megírja e-mailben, vagy hogyha találkozunk uh, személyesen egy ilyen, egy ilyen olvasói találkozón, akkor még ad azzal kapcsolatban tippet, hogy egyébként ő ennek a témának a szakértője, szerint ezzel meg azzal az emberrel kellene beszélni. És ez olyan motiváló tud lenni egyébként. Én ennek mindig nagyon-nagyon szoktam örülni, amikor nem csak ilyen Facebook-lájkokban méri az ember azt, hogy, hogy pontosan milyen milyen hatása volt a cikkének, hanem például a, a legutóbbi alkalommal, amikor csináltunk egy ilyen, ilyen beszélgetést, akkor, akkor oda jött egy, egy hölgy hozzánk, aki azt mondta, hogy olvasta a, az legutóbbi cikkünket, egy, egy dk képviselőről, Olá Lajosról írtuk, aki, akinek az egyik ismerőse a kereskedőházi rendszerben kapott megbízást. És azt mondta ez a hős, hogy hát én dk szavazó vagyok, és nagyon-nagyon meglepődtem, hogy az ellenzéknél is vannak ilyen furcsa ügyek, úgyhogy Ötülállap. rögtön, úgyhogy rögtön írtam az olálajosnak Lajosnak Facebookon, és számon kértem, hogy ez mégis, mégis hogy lehet. és, és és én ezt nem gondoltam volna egyébként, hogy, 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 hogy ilyen, ilyen jó érzés nekem, hogyha, hogyha ilyen, ilyen, ilyen kis, kis, szinten is azt látom, hogy az emberek figyelnek arra, amit, amit, írunk, és, és elgondolkodnak azon, hogy a, hogy a megfelelő információ birtokában milyen döntéseket hozzanak később. Mi lenne a Direkt 36-tal 444 nélkül? Um, ez, ja, mi, igen. Akkor hallgató kedvéért eláruljuk, tehát hogy általában a direkt 36 cikkeit azt a 444 szokta átvenni, ott jelennek, meg általában pénteken reggelenként, és olyankor szoktam mondjuk a, a Pető úrral, vagy a, a szabúrral, vagy blonkával beszélgetni. Szóval, hogy, hogy, jó, én rajta vagyok a levelező nekem könnyű, meg támogató vagyok, úgyhogy mindig megkapom már előző este az előző, a másnap megjelenő cikk kivonatát. Úgyhogy ezért mindenki fizessen elő a Direkt 36-ra, vagy támogassa. Így van, tehát az indulásunktól kezdve úgy gondoltuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy partnerekkel, különböző partnerekkel dolgozzunk együtt Magyarországon, mert ugye az az alapfelállás, hogy Um, hogy sok újságnak nincsen arra erőforrás Magyarországon, hogy ilyen nagy ívű nagy projekteket ö, hozzon létre. Nekünk meg az induláskor kicsi volt az elérésünk, tehát nekünk közönségünk nem volt, úgyhogy ez egy nagyon egészséges együttműködés szerintem, például a 444-gel, hogy nekik mi gyakorlatilag cikkeket szolgáltatunk, és ezáltal hozzáférünk egy egy ö, számukra ö, elérhető nagyobb közönséghez. De az öt éves fennállásunk alatt nem csak a, a 444-jel működtünk együtt, ez nem egy ilyen kizárólagos partnerség. Uh -huh. A Szabó András ö, kollégám a Fobók a közösen például a, a Jeremy Alapokról egy ilyen EU-s projektről írt egy nagyon-nagyon hosszú és részletes cikket. A forbes együtt együttműködve, ami a Print Forbes-ban jelent meg, az például egy ilyen együttműködés volt. Korábban az RTL Klubbal dolgoztunk, együtt, uh, ahol, ahol a képviselőknek a különböző ilyen furcsa irodabérléseiről csináltunk egy nagyobb tévés Tehát mi folyamatosan keressük a, a, a legjobb megoldást arra, hogy, a, hogy az egyes cikkeink minél, minél, nagyobb közönséghez eljussanak, és, és ebből a szempontból szerintem hát úgymond jó helyzetben vagyunk, mert, mert úgy veszem észre, hogy, hogy sok mindenkit érdekel, ez nem csak Magyarországon, hanem egyébként nemzetközileg is. Hát arról még nem beszéltünk, hogy, hogy, hogy a, a, Direkt 36 több ilyen nemzetközi újságíró szervezetnek is a, a, tagja, például a, a icij nek a, a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Szövetségének, akik például a, a Panama Papers, a Paradise Papers, az ilyen nagy nemzetközi ö, projekteket koordinálták, Uh, és ebben például Magyarországról csak a Direkt 36 vett részt. A legutóbbi cikk is egy ilyen nemzetközi pontosan. együttműködés keretében pontosan. készült, az miről is szól pontosan? Azt már jeleztem a hallgatónak, hogy a kriptovalutáról és magyar Így van. emberekkel lenyúlásáról szól. Igen, ez pont nem ici is félek hanem OCCRP, és egy másik ilyen uh, nagyobb szervezetnek az együttműködésében alakult ki, uh, és ez arról szól, hogy uh, hogy gyakorlatilag az egész világon uh, általában kiszolgáltatott helyzetben lévő, többnyire nyugdíjas embereket vertek át azzal, hogy azt mondták, majd befektetik az adott illetőnek a pénzét különböző kriptovalutákban, meg ilyen De még jól befektetési... is hangzott, tehát elolvastam a cikket, Tessze. és azt láttam, hogy valaki benyomott öt ropit, és aztán egy év múlva már 1,2-5 ezer eurót talán, igen. vagy nem is tudom, de ötössel kezdődött, és aztán millió falatti igen, volt a, a haszon, csak aztán igen, eltűnt. de erről, erről a kolléganőm, a Vircsuzsi, aki ezen a, a cikken dolgozott, nagyon sokat tudna mesélni, uh -huh. mert ő beszélt uh, a magyar áldozatokkal. Uh, tehát ez úgy volt, hogy a, hogy a nemzetközi újságírócsapat, aki ezen dolgozott, egy, egy svéd um, napilap volt az egyébként, aki, aki megszerezte Aha. ennek a, az egész hát csaló hálózatnak a, a belső működésére vonatkozó um, anyagokat. És tehát az alapsztori, ez a nemzetközi sztori volt, viszont minden országban, ahol voltak áldozatok, a helyi újságírók beszéltek ezek az áldozatok. Akkor, hogy pontosan mit történt, és a, és a Zsuzsi keresett meg ö, itteni magyar magyar embereket, akik, akik pontosan ezt mondták, hogy hát iszonyú jó ötletnek tűnt ez a befektetés, és és közben meg az lett a vége, hogy nem kapták vissza a pénzüket, elvesztették mindenüket, ö, és közben pedig tényleg látod a Kievi Irodaházban, ahol, ahol működött ez a, ez a nemzetközi csaló cég, hogy ott a, a fiatal munkavállalók így egymást nem tudom, ö, ö, hát motiválják meg kérnek azzal kapcsolatban, hogy hogy hogyan vertek át embereket, mert azért ők ilyen iszonyú, magas pénzeket kapnak, tehát ilyen, hogy hívják ezt, hogy mindig mindig kapnak egy ilyen bónuszt, igen, köszönöm, tehát bónuszt arra vonatkozóan, hogy mennyi ember sikerül lebalizniuk, pontosan. És egyébként ez egy nagyon nagy probléma, ezt abból abból is látjuk, hogy a cikkünk megjelenése előtt, a cikkünk megjelenését követően, igen. Sokan jelentkeztek? jelentkeztek olyanok, akik, akik, érintettek voltak, nem is ebben a, a Milton Group nevű e, hanem, hanem, más cégekben, akár áldozatokként, akár, akár ott dolgozó emberekként, tehát most azt tudom mondani, ahogy látom, hogy, hogy ez a sztori, ez még tovább pörög nem csak Magyarországon, hanem, hanem más országokban is. De igen, szóval ahonnan, ahonnan ennek az, az arról van szó, hogy, 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 hogy ezek a, a nemzetközi cikkek, Ismét azt tudom mondani, hogy a direkt 36-nak egy lehetőséget adnak arra, hogy egyébként egy nemzetközi szintéren is megmutassuk azt, hogy, hogy mi történik Magyarországon. Ugye mi az összes cikkünket angolul is publikáljuk, tehát nagyon sokan egyébként külföldről olvasnak minket, és külföldi uh -huh. támogatóink is vannak, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, és, és szerintem ez, ez globálisan is egy ilyen nagyon fontos trend, hogy hogy egyszerűen a, a büntények, meg a, meg a különböző rosszosságok, azok nem állnak meg az ország és ezért az újságíróknak sem szabad megállni az ország határoknál, hanem együtt kell működnünk, és, és, ezáltal egyébként biztonságot is nyújtunk egymásnak. Hát nézzük csak meg a, a szlovák, szlovákiai újságíró az ügyét. megölték a Jánkuciákot, meg a, a, mennyasszonyát, viszont magát a, a nem tudták, nem tudták megállítani, mert utána csomó nemzetközi kolléga kezdett el azzal foglalkozni, amivel, amivel korábban kuciák, és, és, rengeteg sztorit publikáltak utána abban a témában, amiről ő is írt. Emlékszel arra, hogy melyik volt a, a, az a cikk, ami a leghosszabb időt emésztette fel, amin a, a legtovább üldögéltetek, vártatok, vagy szetétek össze az anyagokat? Um, ez nehéz, mert, mert nem nagyon cikkekben gondolkodunk, hanem inkább projektekben. Uh, tehát az van, hogy amikor egy projektnek például, vegyük az Orbán család mm. vagy a kötvényes vagy vagy, történetet. Tehát, hogy mindig mindig úgy van, hogy, hogy van, egy, van egy kisebb publikálható mm. része, része az esetnek, és akkor utána ebből még kigyűrűzik még egy, még egy csomó másik cikk. Tehát a, a legtöbb projektünk az tényleg egy éveken keresztül egy ilyen folyamatos, folyamatos munkát jelent. Um, Például nem beszéltünk még arról... Um hogy, hogy nagyon sokat írunk az elmúlt években a különböző külpolitikai kapcsolatairól Magyarországon. És a Szabó András kollégám főleg. Hát a, ő már megkezdte az oroszországi magyar Még. üzlet. Mi is volt pontosan? A, annak a igen, az oroszországi kereskedelmi 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 kirene, igen. Igen, igen, igen évet. Tehát ő már az Origónál is ezekkel a témákkal foglalkozott, és most a direkt 36-nál is egy hát gyakorlatilag, amióta itt ő, ő folyamatosan szemmel követi a, a paksi építkezést, hogyan zajlik a magyar-orosz kapcsolatokra, én nagyon kimerítő cikket írt közösen a, a Pető Andrással. Másrésztről pedig a Panyi Szabolcs, aki, aki csatlakozott a, a Direkthez, ő korábban az Indexnél dolgozott. Ő pedig azzal foglalkozik, hogy például az amerikai magyar kapcsolatok, kínai-magyar kapcsolatok hogyan alakulnak, és ez is egy ilyen tehát éveken keresztül uh, futó projekt. Úgyhogy... úgyhogy pontos, pontos időpontot így nem tudok mondani. De. Jó, hamarosan lejár az időnk, illetve mindjárt lejár az időnk, illetve már le is járt az időnk. Mikor a várható az újabb nagy robbanás a Direkt 36-tól? Hát most a legnagyobb robbanás az az, hogy kezdődik a következő támogatói kampányunk. <laughs> <laughs> Úgyhogy most erre, erre készülünk ezerrel. Jó, akkor majd tessék érdekes, szórakoztató és izgalmas cikket írni. Nem mindig ezt a száraz, unalmas tényfeltárást szeretnénk az olvasók nevében, ha kérhetnénk. Hát azért igyekszünk ezeket a tényfeltárást sokat úgy, úgy prezentálni, tehát ezen, ezen sokat dolgozunk, hogy hogyan lehet igazán fogyasztható formában. Uh, igen, megjelentett, mert rengeteg információ van, tehát most tényleg az, hogy ilyen kis félperces mini videó, videókban összefoglaljuk azt, hogy pontosan miről szólt a nyomozás, csinálunk a cikkek elejére egy ilyen összefoglalót, hogyha csak a, a legfontosabb négy mondat a lusta uh, És egyébként ezzel foglalkozunk, tehát amikor megjelenik egy ilyen több oldalas cikkünk, akkor általában mi azt szoktuk csinálni, hogy ezt összefoglaljuk gyakorlatilag egy ilyen, ilyen sajtóanyag formájában, egy fél oldalban, és elküldjük a magyarországi szerkesztőségeknek. Tessék, hogyha szeretnétek, akkor, akkor ez az a szöveg, amivel nagyon könnyen a, a szerkrendszeretekbe be tudjátok tenni, és, és publikálni tudjátok. Uh, úgyhogy igen, ezen, ezen sokat dolgozunk, hogy, hogy mindenkinek minél minden fogyaszthatóbb legyen. Jó gyűjtést kívánok a Direkt 36-nak, Zöldi Blankának, a Direkt 36 újságérőjének. Köszönöm, hogy itt volt velünk. A mai szerkesztő Korpás Krisztina volt a műsor létrehozásában segítségemre volt Zsidai Péter, Kemény Dániel, Kerecsényi Kriszta és Boris Jelszint is. Egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük. Sikerült egy órát beszélnünk, nem koronavírusról. Véhallás! Köszönjük szépen!